Sziasztok! Üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! A mai videóban nem más szeretnék csinálni, mint össze szeretném hasonlítani az itt Ausztráliában megvásárolható Suzuki-kat, a Magyarországon megvásárolható Suzuki-kkal. Ezt nem másképp fogom megcsinálni, mint a weboldalon keresztül, ugyanis nem tudok elmenni ugye Magyarországra, és megnézni ott is őket. Amire gondoltam, én betöltem a magyar weboldalt, és megnézem, hogy nálatok milyen Suzuki-kat árulnak, mennyi árért, milyen felszereltséggel, de megmutatom nektek, hogy nálunk milyen Suzuki-kat árulnak, mennyi árért és milyen felszereltséggel. Tehát betöltöttem a suzuki.hu-t, ez nálatok a Suzuki-nak a weboldala. Nem más fogunk nézni, mint autót, ugyanis itt van autó, motor és ugye csónak. Rámegyünk az autóra, rákattintunk, betölti. Egy kicsit lassan, ugyanis ahogy mondtam, korábban is a magyar weboldalakat lassan tölti be, ugyanis messze vagyunk Magyarországtól. Na, betöltődött a weboldal, vagyis majdnem. Én azt hiszem, hogy rámegyek a modellekre, ugyanis a modellek azok, amik szerintem érdekesek. Na, nem tölti be, csak úgy leegítja egy ilyen leugró ablakba, hogy látjátok. Tehát van nálatok, kezdjük az elsővel, a Celerióval. Én azt mondom, hogy ilyen nálunk nincs. Legalábbis nem emlékszek, hogy lenne, mert nem sokan vesznek Suzuki-t amúgy az emberek. Van, de nem olyan túl sűrűn. Az Ignis, én azt mondom, hogy ez most jött ki. Ebből van, a Jimmy-ből régen volt, én azt hiszem, hogy most nincs, de ezt majd meglátjuk. A Balenóból, abból én úgy hiszem, hogy van a Vitara, van ez a 4-es, meg van a Swift-es. Aztán ez a Swift, én úgy emlékszek, hogy mintha nálunk lenne valami másfajta is, valami sportosabb fajta, és rákattintjuk erre a Suzuki Swift-re. Rákattintok a Swift-re, szerintem azt nézzük meg először, aztán én azt mondom, hogy a Vitarát. És ez a két autó, ami nálunk inkább el van terjedve. Kezdjük ezzel a Swift-tel. Na! Amint betölti ugye, egy kicsit lassú, ahogy mondtam. Na, betöltődött! Tehát ez a Swift, ez az új Swift, én azt hiszem, ugyanis más a lámpája. Na, menjünk lefelé. Karakteres, külső, végülis az autó ugyanúgy néz ki, mi nálunk is. Hogy mivel jön, én nem tudom. Rejtett értékek, ilyen szép kerékkel, aztán sportos belsővel jön. Arra vagyok kíváncsi, hogy hány különböző fajta van ti nálatok. Mármint itt gondolok, hogy van-e sportos, vagy alap, vagy nem alap. Mik vannak ebben még? Hát itt én azt mondom, hogy nem írja. Sebesség, ugye mennyivel tud menni. Szennyezheted kívülről az autót, vagy belülről, ugye 360 fokba. Belefér sok minden. Már a Swift az nem olyan nagy autó. Aztán mi van még itt? Ezt vagy az autóban mi van benne, de nem találom a modellek. Na itt van, várjál. Van az 1.0-as Booster Jet, meg az 1.2-es Dual Jet-es, én azt hiszem. És 110 lóerős. Ez az 1... Ja, ez az 1.0-as. Aztán van a 6 fokozatú automata. Aha, ez a kettő fajta van nálatok? Megnézzük ezt az 1.2 Dual Jet-es, ez 90 lóerő, ez kisebb akkor. Az 66 kW, ugye? All Grip. Na minden, én azt hiszem, hogy ez a kettő Suzuki van nálatok a Swift-be. Na, Smart Hybrid. Hybrid. Nem is tudtam, hogy a Suzuki-nak van hibridje. Lehet, hogy nálunk nincsen, vagy van? Na mindegy. Aztán mi van még itt? Ugye leírja az autóról a leírásokat, de végül is én arra voltam kíváncsi, hogy a modellre ugye. De én úgy hiszem, hogy az a kettő van ti nálatok. Figyelj, itt az ár, megtaláltam. Nem. Van a GL, a GL Plus, hogy mi a különbség, nem tudom. 3.880.000-től ugye kezdődik, és van a GLX, ja az a motor, látod a GLX, meg a GL, meg a GLX Plus-os. És a legdrágább, itt alul, ahogy látjátok, 5,5 millió forint. Ez nem tudom, hogy ez elvezetéssel, vagy nem elvezetéssel. Tehát ami azt jelenti, hogy vannak a GL, van a GL Plus, meg a GLX, hogyha jól nézem, ugye. Na, úgyhogy, aztán itt még van már metáfényezés, ugye az extra pénz, ahogy látjátok. Na, menjünk vissza, megnézzük a Vitarát is. A Vitarát? Azt nézzük meg, a Vitarát.
hogy az milyen felszereltségén, aztán utána átmegyünk az Ausztrál weboldalra, és megnézzük, hogy mi a különbség. Vitara Limited, ugye ez limitált kiadás. Na, menjünk le. Ez a Vitara. Ugye ez van, aki én nézgetem ezt az autót. Nekem tetszett, hogy fekete volt a teteje, fekete kerék, ugye, meg egy olyan szép pirosas színbe, de nem volt alkalma ugye vezetni. Na mindegy, végül is itt is a modellt keresem, ugyanis tudom, hogy ugye nagyjából mi van benn. Látod, ebben van ebben a beépített ilyen fogható képernyős dolog, amiben benne a telefonod már, meg hasonló dolgok, ugye a Bluetooth-on keresztül. Ugye ez egy jobb felszereltségű autó, van rajta látod sportváltozat, át tud állítani, meg hóba, attól függ, ugye, hogy hol mész. Aztán megyünk lejjebb, hát ha az alján van ugyanúgy ugye a motorleg, mit arra S. Ez is ilyen booster jettes, 1.4-es motorral. Na várjál, fekete kerék, az a fekete kerék nekem nagyon tetszik. Csak keressem a modellt, meg az árat. Elhúztam. Na, megtaláltuk. Van az 1.6-os, ez a dízeles, ugye? Meg az 1.4-es booster jettes. 120 lóerő ugyanúgy, ez pedig 140 lóerő, ez 1.4-es. Ugye ebben benne az a booster, az a jet. Hogy ez milyen motorra, nem tudom, lehet, hogy beszélek ám hülyeséget, hogyha valamit ugye mondok. Az árlista pedig, ugyanúgy van a GL, a GLX, meg a GL pluszos, ugye. Meg attól függ, hogy 4 kerékbe akarod, vagy nem 4 kerékbe. Tehát 4,5 milliótól indul. A legdrágább változat pedig nálatok 6,5 millió. Plusz ugye a festés, a metál festés, az extra 130 ezer. Hogyha két szint akarsz, akkor az extra 180 ezer, tehát hogy feketére akarod a tetejét, gondolom ez az jelenti. Na, úgyhogy, most pedig nem más csinálunk, mint megmutatom nektek az Ausztrál weboldalt, hogy az ugye hogy működik. Suzuki.com. Nem hogyan működik, hanem na, milyen autók vannak mi nálunk. Ez a Suzuki-nak az oldala, rámegyünk az autóra, ez az Ausztrál weboldal. Ugyanúgy mi nálatok van a motor, van a hajó, meg az autó. Az autóra megyünk, itt az új Swift, ugye egyben reklámozzák, itt van, hogy milyen autók vannak, megnézzük az összeset. Látod nálunk, ki lehet választani, hogy miért akarsz, aztán van, hogy mit ajánlanak, na minden. Na, az összeset, beírunk egy postakódot, ugye, hogy hol lakunk, most nem a sajátomat írom be, de nagyjából. Ez azért van, hogy az árat meg tudja adni, tehát a más az ár mondjuk Sydney-be, mint mondjuk mi nálunk itt a Gold Coast-on. Ezért kéri mindig, hogy a postakódodat, ugye, hogy hol laksz. Na, menjünk lefelé. Hol vannak az autók? Na, menjünk. Hát, ha betölti az összeset, és könnyebb ugye megmutatni. Na, bejött. Van nálunk is ez a Celerio, hogy mondják, ez a Baleno, Ignis, Swift 2017-es, Swift Sport, ez még a régi, figyeled? Ez a Sport, azért mondtam, hogy van nálunk ez a Sport, mert régen volt. Van a Vitara, van az az S-Cross, rossz, attól függ, hogy magyarul mondjuk, vagy angolul. Van a Grand Vitara, ilyet nem láttam nálatok. Meg van ez az APV, ez ilyen mikrobusszerű, csak picike. Amit ebből a legtöbben mi nálunk vesznek, az a Vitara, vagy pedig ez a Swift. Vagy ez az új, vagy ez a régi, de inkább a régi. Meg Vitarát néha itt-ott látok. Ezeket a másikat az Ignisből nem nagyon láttam, meg ebből a Celeróból, meg a Balenóból se, ebből se nagyon. Tehát ahogy mondtam, hogy a Swiftet, vagy a Vitarát, azért azt a két autót nézem. Kezdjük, melyikkel kezdjük, a sporttal? Kezdjük a 17-essel, ne a sporttal, úgyis a sport, azt is mindjárt megmutatom, hogy hogy néz ki. Ugyanúgy a weboldal hasonló, nagyon más, egy nagyon picit más a miénk, bár ezek a képek szerintem ugyanazok. Látod, itt van ilyen, nem tudom, hogy ez benn volt nálatok, vagy nem? Hogy mondják, ez a biztonsági rendszer. Ami jön többféle fajta dologgal, na minden, ezt most nem olvassuk át az egészet, csak az árára vagyok kíváncsi. Meg ugyanúgy van GL, na látjátok itt az ár, ez a GL, az 16.990 elvezetéssel, tehát neked ennél többet nem kell fizetni, ami nem jelent más, mint 17.000 dollár, mindjárt megmondom neked, hogy mennyibe kerül. Tehát, mondjuk azt, hogy 17 ezer, 1, 2, 3, az nem több, mint 3,5 millió forint
Tól. Mennyi volt nálatok? Várjál, elfelejtettem. Nem mindegy, a videót, ha visszanézed, vagy majd visszanézem, akkor tudom. Aztán van 18900-ért, ez a GL Navi. Na látod, ez mivel jön? Ez a Dual Engine-nel, de van amúgy írva. Ugyanaz a két motor, aztán jön 7 incses ilyen szatellit kijelzővel, tolatókamerával, 17 incses ugye kerékkel. Aztán van a GLX, ez 20 000 dollár, ebben már kicsit több minden van. Tehát, hogyha sávot akarsz váltani, akkor a kijelzőbe, a tükörbe mutatja, hogy ott mondjuk egy autó. Ez a fék biztonsági rendszer, ugye megáll az autó. Ez azt hiszem azt jelenti, hogyha ugye van valami az autó előtt, mikor mész, és nem nézel oda, vagy valami, akkor az autó ugye nem fog neki menni. Van benne cruise control, tehát ha beállítod, hogy 110-zel akarsz menni mondjuk az autópályán, vagy 140-nel, akkor leveted a lábadat a gázpedálról. Várjál, megyünk tovább. Van a GLX, az 22.990. Ebben több minden van, a gomnyomásra indul az autó például, van benne automata légkondi, napközben égnek a lámpák, végül is azt hiszem, hogy ez a főbb. Meg 1.0-as boostos turbó motor van benne, tehát nem 1.2-es, hanem 1.0-as, de turbós. Ezen kívül ennyi. Ez 4 fajta van, ha jól számoltam, ugye? 4 fajta Suzuki. Na. Hol van? 4 vagy nem? Hagy 3. 4 fajta. Na. Úgyhogy nézzük meg most a másikat is. A sportot. Nem tudom, hogy a sport van-e nálatok, vagy nincs, vagy volt-e. Azon a weboldalon jelenleg ugye nincsen. A sport végül is, én azt hiszem, hogy 17-es kerékkel jön, ide van írva, 100 kW-os, 1,6 literes motor, 17 incses kerék, és ilyen sportos változat. Várjál, gomnyomásra indul, van benne sok légzsák, ahogy látjátok, aztán ugye van ez a kanyar, ugye nem tud kicsúszni, mert jól beveszi a kanyart, ez pedig nem más, mint 25.490 dollár elvezetéssel együtt. Amúgy át tudjátok számolni, nem számoltam át a másiknak ugye az árát, csak a legelsőnek. Aztán mi van? Van benne spoiler például itt az elején. Egy kicsit inkább ilyen sportosabb kinézetű. Aztán mi van benne más? Ilyen kijelző, ez a szatellit kijelző, ugye meg a CD lejátszó, DVD lejátszó is van benne. Na mindegy. Úgyhogy nézzük meg, melyik volt az a másik autó. A Vitorát akartuk ugye megnézni, hogy az mennyibe kerül itt mi nálunk, meg milyen felszereltséggel jön. Tehát ez a Vitara, ugye mindenki ismeri. Lemegyünk, a képek egy kicsit másabbak, én úgy nézem, mint a ti weboldalatotokon. De mindenhol ezt a kétszínűt reklámozzák amúgy. Meg azt is lehet kapni, ezt az egyszínűt nem nagyon láttam már mi nálunk, tehát mindenhol ez be a kékszínűbe jön. Legalább nekem, ahogy mondtam, hogy tetszik ez a kétszínű fekete tető, fekete kerék, meg mondjuk piros. Na, itt az áll. Van a GLX 23.990. Van az S Turbo, két kerék meghajtású, ez 30.000 dollár. Van az S Turbo, az összes kerék meghajtású, 34.990. És ezekkel jön, tehát az alap 17 incses kerékkel jön. Nem bőrrel jön, hanem rendes ugye anyaggal. És ami jön, egyet feljebb megyünk a turbos változatra, az S-re. 1.4-es turbo motor van benne, a pedálok ilyen, nem ez a normális pedál, hanem ez a sportosabb, nem sportpedál, de ez a fém pedál. Aztán, hogyha esik az első automatán, beindul ugye neki az ablaktörlője. Aztán mi van itt még? Automatán felmegy a lámpája, és 6 sebességes. Aztán van a 34.990-nél, szerintem ez ugyanaz végül is. Ja, ez ugyanaz. Ezen kívül van még? Van! Van a dízelbe. A dízel az végül is ugyanaz, mint a másik. Kivéve egy valami hiányzik belőle. Ami nem tudom, hogy micsoda. Ugye ezek mind bőrrel jönnek, hogy látjátok, ide van írva. Lehet, hogy nem látjátok, de oda van írva. Úgyhogy megyünk tovább. Nem, ennyi a változat belőle. Aztán mi van itt? Ugye lehet belevenni extra dolgokat. Például az elejére ezt a védőt, hogy a bogár ugye ne ütődjön neki, vagy a kavics és nem veri le. Aztán mit lehet még venni? Sok érdekes dolgot. A hátuljára, az elejére ilyen ezt a nem ezüst, ez nem tudom, ilyen szürke színű dolgot. Egy kicsit kiemeli az autót talán. Elég sok mindent lehet rá vásárolni. Látod?
Például ezt a parkoló segítőt, ezt a szenzort. Ezek szerint nem jön szenzorral, nincs beépítve a hátulra is. De sok, ebben több mindent lehet vásárolni, mint a Swiftre, én azt hiszem. Legalábbis itt a weboldalon keresztül. Na mindegy. Úgyhogy ezek az autók, ezek a Suzuki-k vannak itt mi nálunk, ahogy látjátok. Ugye ezt a videót én itt most befejezem, ha gondoljátok, írjátok meg, hogy legközelebb melyik autót hasonlítsam össze. Legalábbis nem az autót, hanem az árukat, ugye hogy nálunk mennyibe kerül, milyen változatok vannak, milyenek nincsenek, és írjátok meg, hogy tetszett ez a mai videó. Úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép napot, sziasztok!